Sziasztok! Január 7-én folytatom a 2023-as szezon. Bízok egy hasonlóan sikeres repülésben. Gyertek velem! És ismét a levegőben, erre a háti motorozásra kimondottan alkalmas. Napon a már-már megfelelőnek mondható 8 fokos hőmérséklet és a gyenge szél miatt. A mostani repülés valódi célját fedje homály, illetve maradjon titok egy későbbi alkalomra, ugyanis egy leendő repülésemhez próbáltam új területeket felfedezni, amiről egyelőre még nem szeretnék beszélni. Ami viszont bizonyos, hogy a mostani repüléssel napelemparkot, átjátszó állomást, bányát, ismerős és ismeretlen mezőket, erdős részeket, kilátókat is meglátogattam. És a helyenként tiszta, helyenként füsttel, párával átitatott levegőben szuper élmény volt repülni, és a táj ismét egy kicsit más, de megszokotthoz méltán gyönyörű arcát mutatta nekem, melyet most szeretnék veletek megosztani, így aztán a videó hátralevő részében beszéljenek inkább a képek helyettem. Ehhez kívánok most nektek jó szórakozást, és fogadjátok szeretettel!
kéne valami okosat mondani, igaz? Hát... A látvány, nem tudom, hogy visszaadja-e, de megunhatatlanul gyönyörű repülés volt. Srácok, nagyon szépen kezdődik, illetve folytatódik ez a 2023-as szezon. Ez a balatoni panoráma szinte megunhatatlan, és mindig valami kis más arcát mutatja nekem. Én nem tudok betelni vele, ha nektek is tetszett ez a videó, tudjátok mi a dolgotok. Like, megosztás, illetve feliratkozás a csatornára, ha van kedvetek. Köszönöm, hogy most is velem voltatok, folytatjuk, és bízom egy szerencsés folytatásban. Sziasztok! Ez itt január 7-e, Alsörs, és ez itt nem köd, hanem valaki olyan irdatlan módon befüstölt, de legalább látjuk a szélirányt, ugye?